A médiából értesültem arról, hogy néhány nappal ezelőtt legalább 10 cigány származású elkövető brutálisan bántalmazott egy fiatalembert. Tájékozódás céljából eljöttem Versegre. Adam, január 18-án történt egy komoly bűncselekmény, elkövettek egy komoly bűncselekményt a sérelmedre. Hogy emlékszel vissza a történtekre? Mi történt egészen pontosan, de kezdjük először az előzményekkel. Az előzmények azok úgy történtek, hogy kicsit több mint egy héttel ezelőtt a testvéremet betámadták ezek, valamilyen, semmilyen indokból. És elég aljas módon leütötték őt hátulról, ezután baltával mentek rá egy 50 kilós kisrácra. 5-6 nap múlva én lementem testvéremhez, megkávéztam nála, beszélgettem vele, és akkor mondtam is neki, hogy mondom, megyek, megkérdezem a egyik srácot, hogy ez hogy van, miért csináltak ilyet. El is mentem hozzá, kihívtam a úriembert az utcára, elmagyaráztam neki, hogy mondom... Tért kapóban beszélgettetek? Igen, kint az utcán. Hogy mondom, ezt nem úgy kellett volna elintézni, azért ismerjük egymást már elég rég, most ez mire volt jó? Na, dúlva-fulva bement az ember a házba, én meg eljöttem az autóval. 2 perc múlva telefonált a testvérem, hogy 10-en állnak neki a házba, üvöltöznek neki, hogy menjen ki, meg fogják ölni őket, a házat rágyújtják. Miután én ezt a hívást megkaptam, én vissza is fordultam az utcába, elmentem az utca végére, megfordultam, megálltam az autóval, már rögtön be***tak egy kardot a szélvédőn meg a hátuljába. Kiszálltam a kocsiból, és hátulról lerántottak a földre. Körülbelül hányan lehettek valóban, olyan 10? Hát voltak vagy 10, most abból volt vagy 5-6 férfi, de még a ekkora kis cigánylány kezében is a vascső ott volt, hogy fú, de meg b***. Mindenki eszközökkel, szerszámokkal. Persze. És aztán mi történt? Beküldték a kardot a kocsid ablakán? Igen, utána fejembe is landolt az valahogy. Hát a túlerő az győzött, lerántottak a földre, álba lúgtak többször, meg megütöttek. Elmentem, átmentem a barátomékhoz, megmosakodtam náluk, összeszedtem magam, a testvérem telefonált egy bő 20 perc múlva, hogy kint vannak a rendőrök, és menjek már vissza. A rohan sejtésed, hogy kihívhattak a rendőröket, vagy közületek valaki? Ez 100%, hogy ők hívták ki, mi nem vagyunk egy rendőrséges brigád. Világos, tehát nyilván elkezdték azt a gondolkodást, hogy beforgatnak majd. Gondolom, így van. A végén az lesz, hogy majd ők voltak 10, te lényegében egyedül, és akkor te támadtad meg őket. Így van. Vagy esetleg ott a küzdelem hevében saját magadat te vágtad fejbe, bozótvágó vagy. Pontosan, mert ez van. A hírekben ezt hallom vissza, hogy én símaszkos emberekkel mentem oda őket meggyilkolni. Történt közben az, hogy én megérkeztem, a rendőrök már kim voltak, én oda mentem hozzájuk, ott voltak ezek a b***s cigányok is, szemem b***t az egyik. A rendőrök előtt szemem b***t, és engem vezettek arrébb a rendőrök. Eljöttünk a Gödöllői rendőrkapitányságra, amelynek az a célja, hogy az illetékes rendőri vezetőnél tájékozódtam a konkrét ügyet illetően. 3 gyanúsított ellen folyik eljárás. Megjegyzem egyébként, hogy a sértett által jelzett legalább 10 elkövetőhöz képest az elég szerény szám. Bízunk abban, hogy ez még változik és több elkövető kilétére fény derül, illetőleg arra is, hogy milyen időrendi sorrendben pontosan mi történt, ki milyen eszközt használt. Csoportos garázdaság ügyében folyik a nyomozás. Én jogászként hozzá kívánom ehhez tenni azt, hogy még egy súlyos testi sértés halmazatban a garázdasága biztos, hogy megáll, hiszen a sértett órát eltörték a cigány származású elkövetők, az pedig egészen biztos, hogy 8 napon túl gyógyul. Illetőleg, ami még egy nagyon komoly kérdés, hogy az emberölés kísérlete, az emberölés büntetének kísérlete megáll-e, mert hogyha ez megáll, ha kiderül, hogy a hordában, falkában támadó cigány elkövetők a sértett életét ki akarták oltani, akkor az rögtön más megvilágításba helyezi az ügyet. Egyrészt abból a szempontból, hogy véletlenül rögtön előzetes letartóztatásba kerülnének a gyanúsítottak, másrészt pedig akkor egy 5 és 15 év közötti skálán, tehát egy 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatának, lényegesen magasabb az emberölés kísérletének a büntetési tétele. Bennem azért fölmerülnek bizonyos költői kérdések. Ha vajon egy vezető fideszes politikus gyermeke a sértett, akkor is garázdasági a minősítés. Ha egy helyi közismert nagyvállalkozó gyermeke a sértett, akkor vajon ugyanez a minősítése? Illetőleg, hogyha bármelyik felső rendőri vezetőnek a gyermeke vagy közeli hozzátartozója a sértett, akit kisján megöltek, akkor vajon ugyanez a minősítés áll-e meg? Ezeket a költői kérdéseket néhány perccel ezelőtt az illetékes rendőri vezetőnek is feltettem. A válaszból az derült ki, hogy mindenfajta befolyástól és észrehajlástól mentesen legjobb szakmai tudásuk
és legtisztább lelkiismeretük szerint fogják végezni a munkájukat. Bízunk benne, megelőlegezzük ezt a bizalmat a helyi rendőrségnek és az illetékes rendőri vezetőnek is, és természetesen jeleztem, hogy nem csak hirtelen támadt ez az érdeklődésünk, hanem mi magunk is figyelemmel kísérjük az ügyet, és be fogunk számolni minden érdemi mozanatáról. Megérkeztünk Vérsegre, a Dózsa-György utcába. Néhány nappal ezelőtt itt történt a brutális bűncselekmény. Verd este a kapuba, ezt a macseti, vagy mi volt, az ugye nem is látta a gyerek, hogy mi van nála végül is, mert a gyerek ugye nem mert kimenni. Azt mondta, hogy Adam, beszéljük meg ezt az egészet, azt mondja, hogy ez nem úgy történt, ahogy neked előadta az Alex, hogy itt 20 cigány gyerek megverte őt. Az Alex az Ádám öccse? Igen. Igen. És akkor nem, mert máma megdög lesz, meg így, meg úgy, meg amúgy. Nem, hogyha nem te ütötted meg túlni, akkor küld ki a kövér gyereket. Így, ilyen szó nemmel. Azt mondja, akkor küld ki a dagatkat, így mondta, dagatkat küld ki. És akkor én már innen szaladtam, mert ő a legkisebbik fiam, meg szólt nekem, hogy anyu, gyere, mert megtámadták a tónyót. Ugye nem tudtunk, hogy az autó, mert ilyen sötétített, meg sötét is volt, őszintén, megmondom, nem láttuk. Én már innen szaladtam, ugye én is riadalmat keltsek bennük, ugye, hogy megijedjenek, hogy várjatok meg, mert most én is ugye mondtam a magamét, hogy ide jöttök még verekedni, meg így, meg úgy, és akkor beugrottak a kocsiba, és elmentek. Nem is volt semmi. Hát akkor mitől sérült meg az Ádám? Az Ádám az attól sérült meg csókoló. Hogy került a kés a fejébe, meg hogy lett szétverve az álla, meg az orra? A kés a fejébe, semmi. Örüljönnek, hogy én elvettem azt már a fiamtól utána. Mert amikor itt meg... Ja, maga fiának kés volt? Nem. Az Ádám, az a macsete vagy mi volt. Innen maguk hányan mentek rá? Hát a nagyobbik fiam, meg a másik. Ketten voltak. Jöttem haza, egyik srác, lementem útra. Haza is haza, kiszálltam. Mert munkat voltak megnézni. Rá fél órára kiabálnak. Kimegyek, látom ott van az Ádám, bézböltő meg az a macset a kezébe. Létezik, hogy egyedül ő ide lejött, és akkor... Meg a kocsival itt tárjába, csak a másik két gyerek nem szállt ki. Ő jött egyedül, házra. Azt kimentem, mondom, Alex, nem is Alex-ot mondtam, Ádám, mondom, mi a probléma? Azt mondja, hogy megvertitek hárman az öcsémet. Mondom, nem hárman voltunk, egy öcsém adott neki, egy nagy mégis engem viperával. Szóval, hogy beszéljük, miért nem úgy volt, hogy a te öcséd elmondta neked? Már öcse küldte oda a házhoz, mert nem tudta, hogy így hallakom. Azt ugye bár én mondtam, Ádám, mondom, mindjárt jövök, mert egy pólva voltam, kideg volt, mondom, mindjárt jövök, beszéljük meg. Ő ütette a kapucra a baseballtől, csúnyán beszélt, hogy öcsémet megbassza a hátamon, meg stb. Bementem, mire én kijöttem, ők már nem voltak sehol, elmentek. Akkor anyukám, amik már jöttek az utcán, akkor, sógorom. Akkor érdemben nem tudtátok megbeszélni? Nem. Utána jöttünk volna mindannyian ide át, mert féltünk, hogy most ők visszajönnek nem tudom hány emberrel, jöttem át. Nem mondott ilyet? Tessék. Mondott, hogy jött, komolyan fenyegetőzött volna? Persze, hát bízott meg macsetéve jön rá, most mit gondol az ember? Mert az utcában soha nem volt ilyen, meg senkivel nem is volt összetűzésem soha életemben. Ahogy jöttünk volna hazafelé, jött autóval, majdnem is elütött minket, és itt voltunk itt a ároknál. Megfordult, jött visszafel az autóval. Itt állt, meg előttünk. Itt megállt, hogy mi oda mentünk az autóhoz, hogy beszéljük meg, hogy mi van. Ő, ahogy ő szállt volna az autóból, mert öcsém fele szúrt azzal a macsetével. Elkaptam a kezéből, megfogtam a kezét, kicsavartam neki, nem akart tűzni, kicsavartam a kezéből, el is dobtam. Azt én vettem. Öcsém reflexből ugye megütöttem, mert nem védelmű megütött, hogy szúrt fel ezzel a szúrószerszámmal. Jöttünk is volna, mert egyik srác az kiszállt. Ő kiabált azt, hogy Kuba, én nem tudtam, hogy rátok jövünk. Ennyit mondta az öcse, ők nem is mondom, hogy gyerekkori barátaim. El is indultak, csak ott lejjebb itt a bokoron, itt egy kisebb bokor van, ott megállt az Ádám. Ő kiugrott baseballütővel, hogy ő felém szállt baseballütővel, én úgymond elvettem, kiütöttem a baseballütőt és leütöttem őt. Ennyi volt, utána felkelt, azt ment tovább, de utána a szüleim szétkaptak minket. És hányan voltatok ott a kocsi körül? Ti, a családtagok, hányan voltatok a kocsi körül? Édesanyám, a fia, a öcsém, meg a sógorom volt, aki minket szétszedett. Hárman, négyen, mindössze? Igen, nem akartuk akadályozni ezt az egészet. És akkor az autó hogy tört össze? Az Ádám autójának a szélvédője elől, hátul, meg a kocsihoz hogy tört össze? Hát én elől nem tudom, a hátul az lehet, hogy a verekedés során betett, de azt nem is figyeltük. Előre azt nem tudom, hogy mi történt. Valaki dobott felé kardot, vagy valamilyen ilyen éleszerszámot? Ami nem használom kardot, tehát gyerekek vannak itt, meg stb. De hogy tört be az átsó szélvédő? Az ő baseballütőjével volt, szerintem, hogy én leküldöttem a kezéből, vagy valamelyikünk. Elég rendesen meg lett kezelve az autó. Hát itt még rendőr. Itt még kinyomkodtak az ögeket is belőle, ugye bár. És amikor már itt voltak az Ádámék, a rendőrök, meg ti, vagy maguk, akkor valaki még megütötte az Ádámot? Vagy valaki bevert neki egyet? Nem, senki.
Senki. Már zárhat a rendőrök is itt voltak, mindenki voltak itt, utána sokan voltak, nyomozók, mindenki. De akkor hogy sérült meg az Ádám? Hogy tört el az orra, hogy szakadt be a feje? Hát most oda visszamegy, hát több ütésváltás volt? Több? Persze, utána ma volt, hogy kitöttem a kezéből. Hát nem pipi, ama ő tűle, meg ilyen magyarosan tudom. Hát nézze meg, magának őszintén volt valami a rendőrsége? Soha életem. Teljesen tiszta? Tiszta, lassan. Komoly vágás van, tehát egy valamilyen késtő vagy... Itt körülbelül a feje tetején van egy jelentős vágás. Hát tehát mintha oda csaptak volna neki valamilyen szerszámmal. Macsétával, vagy baltával, fejszével, hát vagy bármivel, ami éles. Meg ki a média is, hogy javaslom én fenn meg hírekbe, hogy mi vártuk arra, nem a gyerek várta őt. Mikor munkából érnek haza? Vártuk őt, macsétével, nem, bazotvágóval volt fent. Igen, meg, mert itt fényképezték le, ugye, a mi Ádámkor. Mikor mi innen be is vittük, hogy még véletlenül se legyen kint, hogy legyen belőle hát több valami. És már rendőröket mi oda is adtuk, hogy az ő fegyvere igen, volt. És ezek a rendőrök... Értem, amit maguk mondanak, csak én azt nem értem, hogy a fejen a sérülés hogy keletkezett, hogy lett szétverve az álla, az arca, meg hogy tört el az óra. Mikor összementek, az dulakodtak. Meg mindjárt, hogy egy ambal is ketten. Ugye nem bírtuk őket leszedni. Azért szóltunk a támadónak is, akivel lebúlt, hogy segítsetek ma arról leszedni. Van. Azért van itt kiforgatva itt az egész, mert parasztul van szó. Egy magyar és mi meg cigány, roma származású. És itt mindenki fel volt a felbújtó. Ennek az eljárásnak nem csak a sértett, vagy a sértettek szempontjából van nagyon komoly tétje, hanem abból a szempontból is, hogy a mi hazánkban a rendőrség és az igazságszolgáltatás úgy általában mennyire képes az általános megelőzésre. Mert hogyha egy enyhe büntetés fog születni egy gyenge minősítéssel, akkor az elkövetőkor azt látja, és az ő rokonságuk is, az ő népes rokonságuk, hogy hát ebben az országban, a mi hazánkban semmi nem változott, tök nyugi van, el lehet követni bármit, falkában lehet vadászni a magyarokra, agyon lehet őket verni, akár fényes nappal, akár sötét este. Viszont, hogyha egy súlyos minősítéssel egy komoly ítéletet kapnak majd, vélhetően azért hosszabb eljárás eredményeként, akkor azt tapasztalják, hogy a mi hazánkban, ha lassan, de mégiscsak változnak az idők, és sem nekik, sem közeli népes rokonságuknak nem éri meg ez a fajta elkövetés. Erről szól az elrettentő erő, vagy az elrettentő hatás. Tehát nem csak a magyar fiatal emberek szempontjából van ennek óriási tétje, hanem a település, a környék, és hát tágabb kivetítésben az ország nyilvánossága számára is komoly tanulságokat hordozhat, akár a sértetti, akár az elkövetői oldalt nézzük, tehát rendkívül nagy a rendőrség felelőssége. Azt azért hozzá kell tennem, hogy talán alaposokkal bízhatunk abban, hogy korrekt eljárás eredményeként mindenki, minden és mindenki a megfelelő helyre kerül majd.